Sziasztok papikáim, üdv a csatornán, Keeper Papa jelentkezik a következő GTA videó, valami nem lesz más, mint a legelső videó. Ebben az évben szóval boldog új évet kívánok mindenkinek. Amint látjátok, töröltem a karakterem, úgy gondoltam, hogy újra kezdem is. És vannak olyan momentumok, meg olyan dolgok ebben a játékban, amik nagyon bejönnek. Például nekem, ami leginkább bejön, ezek a melók, amiket így lehet vállalni. Például ugye ilyen bokrablás, meg ilyesmik. Itt lehet ugye elérni a lakásodban, H betűnél, és kapásban megpróbálok be csatlakozni egy ilyen munkába. Mi a szart csináltam? Jó, oké. Ja, és akkor megpróbálok becsatlakozni egy ilyen munkába, és csapatni. Nagyon-nagyon bejönnek, ugye ilyen bankrablás, meg motorlopás, meg mindenféle jó dolgot lehet csinálni, és tényleg nagyon-nagyon élvezem, nagyon-nagyon bírom. Ja, és igen. Egyébként van, ja, ez a lakásom, van néhány autóm, igazából gyűjtögetek pénzt, hogy minél több legyen. Aztán arra gondoltam, hogy egy ilyen sorozatot csinálunk, ez az első része, ezekből a melókból. Aztán meg lehet, hogy ezen kívül is ugye lesz még valami. Na. Ja. Ez azt hiszem, hogy ezt talán még csináltam is, ezt a küldetést. Megküldted, oké. Jó. Ezt talán csináltam, de nem vagyok benne biztos. Nem túl sokat csináltam, azt hiszem valami 4-5-öt. Tegnap Barános Joe-val például csinálgattuk az első ilyen küldetéseket, amiket ugye be lehetett vállalni. Volt egy ilyen bankrablásunk, egy ilyen kurumalopásunk, ami ugye egy autó, meg hát aki jobban ismeri a GTA Online világát, az biztos újdonságot nem mondok neki, aki nem annyira, az adnak talán, igen. Na, akkor ez kezdődik, és akkor ugye 4-en fogjuk csapatni. Hárman fogjuk csapatni? Hol van a következő? Ja, földi csapat. Hát én bevállalom a izét, ha úgy van, a pilótát. Sőt, úgy látom, hogy nem én fogom. Jó, földi csapatként fogom csapatni. Jó, oké. Földi csapat része leszek. Az a lényeg, hogy itt azt hiszem, hogy el kell robni egy ilyen repülőgépet, szóval nem lesz egy nagyon nagy kemény dolog. Ez van, mert is jó. Ez az. Igen, ugye úgy épül fel egy ilyen feladat, hogy nem biztos, hogy mindenkinek egy a feladat. Például most van egy pilótánk, és van 3 darab ember, aki a földi csapat része. Úgyhogy az így fog ez működni. Aha, valakinek közöljön, jó, nem megyünk ők bele. Ki a pilóta? Ajajaj. Jó, van, oké. Igen, annyi, appa, valaki nagyon lagott. Annyi az egésznek a lényege, hogy egy repülőt fogunk ellopni, szóval nem lesz egy nagy durranás az egész. Megpróbálkozunk vele. Milyen fegyvereim vannak, ez a szarban csak. Egy pisztoly, amivel ki tudok lőni az ablakon. De az nagyon csapatja a járművet. A kuruma. Ja, ezért kellene. Egy ember az nagyon le van maradva, egy ember meg nagyon előttünk van. $170,000 pénzem van, ahogy látom. Hát ez nem egy túl sok. Úgy fogom elnevezni ezeket a részeket, ahogy éppen a talán a küldetés. Oké, a küldetés éppen aminek a neve, mármint ennek a melónak. És akkor úgy könnyen meg tudjuk találni mindenki, hogy kb. Ugye mire számítások. Bár megmondom őszintén, olyan hold profi dolgokra lehet, hogy nem kell számítanatok, mert én elég úgy vagyok még ebben a GTA Online világában, szóval... Kihajolunk az ablakon, érdekes, ennek ugye nem törik ki a ablakát, hanem ez csak így. Csinálja, ennyi. Mindjárt ott vagyunk.
És akkor el kell lopnunk a repülőt, le kell szállítani, annyi az egésznek a lényege. Szóval a földi csapatnak jaj, nem fordult el be barátom. Ez a hó, ez egyébként nagyon adja, nagyon izé, nagyon csúszik tőle a dolog. Az út. Opszi, 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 barátocskám. Ez mi volt? A kipufogod urat ekkorát, vagy lőtt valaki? Az a nyelvű isten. Nem van, ezt kell mennünk. Volt egy-kettő meló, ami nagyon-nagyon nehéz volt, amit így próbáltam. Fú, volt ilyen 1,2 milliós bankrablás, amit csináltam eddig, ami elég nehéz volt. A főleg a menekülés része, a izé része, a bankrablás része az laza volt, ezt mondom, itt akkor már túl vagyunk a nehezén. Menekülni kellett a ötös körözéssel félvároson keresztül, az egész mapon keresztül. Eszméletlen kemény volt, az jó volt. Gyerünk, gyorsabban menjünk, azt írják, jó. Ja, ki kell nyírni ugye ezeket a vagoszosokat. Gyorsan. Ja, a motoros ment előre, hát barátom, gyors voltál, mint a... Na, menjünk oda, azt hadd lőjek szét picsájukat. Jobban örültem volna az autóból lövöldünk, de te tudod, barátom. Ja, közben be is ment. Kösz, haver. Hol a pilótánk, gyerekek? Hol a pilótánk? Baszod az eget. Mennyi már! Vezesse a járművet! Kösz fölöktől! Hadd menjek el veled, nincs kedvem gyalogolni, barátom! Baszod az eget, megint itt vannak. Ez a baj, hogy szar a helyzet. Hol a kurma? Van az izébe tudok beszállni, kutasd meg, tök jó. Kösz, haver. Jó, döptöd nekem. Kurva szar helyen vagyok, gyerekek! Nem kell volna itt maradnom. Most a pilóták elviszi a izét a reptérre. Hoppa, hova? Pilóták elviszi a reptérre a cuccot, a repülőt, és akkor igazából megvan a küldetés. Ennyi volt. El kell hagynunk itt ezt a repteret, jó van. Ki van lőve, ha 8 kerek ennek, 4-ből ennek a kocsinak, jó, nem számít.
kifogtam a legjobb érdet a játékba. Hóba leginkább nem közlekedik normálisan. Ezek habla mit beszélnek össze-vissza? Haver! Ha mit művelsz? Gyere, szállja be, mert megfagyok. Megfagyol! Gyere, Moré, gyere! Csávó az egyik szerintem még mindig ott hédezik, aha, jó van, oké. Ez egyik oroszul beszél, másik spanyolul. Van-e bajok? Igen, annyit kell csinálnunk, utána megvárjuk, hogy ugye a pilóta leszállítja a gépet ugye a reptérre. És ezzel fogunk ugye gyakorlatilag szöktetni majd egy robot, de ugye az már egy külön küldetés. Az úgy, hogy végre, ha meg sikerült csinálni normális egy küldetést, viszonylag nem halt meg senki, nem történt semmi rossz dolog. Nézzük meg, hol tart, ugye. Ide, jó, ide is kell vinnie, mindjárt be is fog gurulni a hangárba, azt hiszem talán ide, ebbe a hangárba gurul, és akkor meg is van a küldetés. És akkor nyertünk, gyerekek, az első része elég hamar sikerül végeznem. És talán jó is, talán meg is vagyunk. Igen. Win! Oké, egy kicsit belekeveredtünk a szarba a közepébe, nem kellett volna ugye, jól lett volna kurvába maradni. Keeper eléggé lightosan adta elő, 15200-at kaptunk, ez nem egy kemény meló volt, de legalább megcsináltuk. Jó gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet! Akkor rövidesen fogok jönni ezekkel a sorba, ezekkel a melókkal, hogyha tetszik, dobjatok róla egy véleményt, vagy valami, egy lájkot, vagy egy esetleg egy, hogy tudjam, hogy ez mennyire bejövős nektek. Mert tippeket is, ötleteket nyugodtan adjatok, aztán akkor meghallgatom nagyon szívesen, hogy mi a véleményetek erről az egész mókáról. Na, köszi szépen, hogy itt voltatok, jók legyetek, aztán majd akkor érkezek a következő része. Szevasztok!